Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. augusztus 15. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás. Ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. Az elmúlt napokban a közösségi médiában nagyot ment a Bloombergnek ez a táblázata, ahol összeszedték a függőben lévő bitcoin ETF beadványokat és az azokkal kapcsolatos eljárási határidőket, úgyhogy itt a videó első részében egy pár percet erről szeretnék nektek beszélni. Így gyakorlatilag a jelenleg függőben lévő ETF beadványoknak az időzítése úgy néz ki, hogy a Keti Wood féle ARK Investments volt, aki a legkorábban benyújtotta a saját beadványát, ezért az ő határidejei án járnak folyamatosan elől és utána jött az összes nagy szereplő, a BlackRock, Bitwise, Vanek, Fidelity, Valkyrie és a többiek. És a gyakorlatban ugye most ez a határidő volt, ez az augusztus 13-i határidő, ami hétvégére esett, és ezt megelőzően pénteken, 11-én halasztotta el a döntéshozatalt ezzel kapcsolatban az SCC. Na most, hogyha egy kicsit lehet spekulálni itt ezeknek a időpontoknak a kapcsán, akkor ami nekem feltűnő, az mindenféleképpen az, hogy ahol az időpontok leginkább egybeesnek, az vélhetően ez a január 10, illetve az összes többinél a január 14-15-ös határidő. Én azt gondolom, hogy ezeket az ETF beadványokat az SCC gyakorlati okokból, vagy talán a logika szabálya alapján érdemes, hogy valamilyen szinten egyben kezelje, olyanra nyilván nem lesz ö, mód, vagy én nem nagyon látok arra lehetőséget, hogy mondjuk az egyik ETF-et jóváhagyja, a többit elutasítja, vagy az egyiket elutasítja, a többit jóváhagyja, tehát valószínűleg ugyanaz a döntés fog az összes beadvány kapcsán megszületni, és az SEC-nek a jelenlegi folyamatosan halogató, illetve tegnapi videómban is jeleztem, hogy milyen érvekkel igazából ilyen mellébeszélő hozzáállását az támogatja legjobban, hogy ők egész egyszerűen a következő november 11-es időpontnál is halasztani fognak, és itt jön ez a január 10, amikor végleg kell, hogy mondjanak valamit az arknak a beadványára, ami nagyon-nagyon közel esik ezekhez a január 14-15-ös határidőkhöz, ami viszont a nagyoknak a harmadik ilyen halasztási lehetősége az SCC részéről. Tehát, hogyha nekem tippelnem kellene, akkor én azt gondolom, hogy az ETF-ekkel kapcsolatban, Bitcoin ETF-ekkel kapcsolatban történő döntés az ez lesz, ez a január 10-e, addig szépen elhalaszgatja, és január 10-én fog az ARK Investment vagy egy zöld lámpát, vagy egy piros lámpát kapni, és utána 14-én, 15-én, vagy még akár aznap, hiszen ez ugye határidő, gyakorlatilag az összes többi RTF meg fogja ugyanazt a döntést kapni. Erre tenném még most a legnagyobb valószínűséget. A második, amivel esetleg tudunk spekulálni, az az, hogy azt mondja, az SCC, ugye ő mégis azért a Wall Street-tel egy valamennyire összefonódott intézmény, ezek pedig nagyon komoly Wall Street-i társaságok, ugye a BlackRock és a Fidelity együtt gyakorlatilag a világ vagyonkezelésének a döntő hányadát elviszik. Lehet azt mondani, hogy egy pici télvindet, tehát egy kis hátszelet adnak ezeknek az ETF-eknek a, a SEC nél azzal, hogy őket hagyják jóvá először, és akkor lehet lehetőség arra, hogy itt a szeptemberi vagy októberi időpontokban legyen egy érdemi döntés, de én megmondom őszintén, hogy erre kevés lehetőséget látok. Tegnapi videóban említettem nektek, hogy micsoda teljesen logikátlan ilyen, ilyen botorságokkal érvel és hadonászik folyamatosan az SEC, a Spot, Bitcoin ETF jóváhagyása ellen, ugye tudjuk, hogy van már határidős piaci termék, tudjuk, hogy vannak olyan ETF termékek, amik a határidős piaci terméken alapuló tőkeátételes termékek, vagy akár Bitcoin sortolására játszó ETF termékek, tehát gyakorlatilag az SCC az körbe-körbe szaladgál a saját kis illogikus e hülyesége körül, miközben gyakorlatilag semmilyen indok nincs arra, hogy a spot bitcoin ETF-et nem hagyják jóvá, ennek ellenére sok hajlandóságot nem mutatnak, úgyhogy egy szónak is száza vége, ha nekem tippelnem kell, akkor én erre a januári dátumra tippelek, hogy ez lesz az időpont, amikor sorban az összes LTF benyújtó az megkapja majd a döntést. Nyilván addig folyamatosan jönnek a határidők, most is lesz szeptember elején egy határidő, lesz október közepén egy határidő, lesz itt november közepén egy határidő. Ezeket majd a daytraderek, mint nagyon jól gondolom, el fogják magukat szórakoztatni azzal, hogy lekereskedik. Én úgy gondolom, hogy az érdemi döntésre jelenleg a legnagyobb esélye saját logikai rendszeremben itt a január közepén lévő időpontok környékén lesz. És akkor egy kicsit kevésbé izgalmas kérdés, bitcoin grafikonok konszenszió rendszerben gyorsan átszaladunk rajta, mert hát csak ez ilyen technikai elemzős videó sorozat vagy videó blog sorozat. Konszenció táblácskám így néz ki, hetesen egy long pozíciót látunk, háromnaposan egy long pozíciót látunk, naposon pedig nulla a pozíció méretem, ez azt jelenti, hogy az összességében a kilenc lehetséges pozíció méretből én négyet tartok fenn a bitcoin piacán, tehát jelenleg a nagyjából 50% alatt valamivel van a bitcoin piaca felé a kitettségem, ez jelen helyzetben egy kényelmes kitettség, van egy emelkedő magas mozgó átlagunk itt a hetes csáton, csupa-csupa zöld gyártyát rajzol nekünk a csárpán kereskedési rendszer indikátor, ami azt jelenti, hogy egy longos konfluenciát Dongos Momentum konfluenciát érzékel a piacon ez az indikátor. Azt látjuk, hogy itt és színnek ez a 27.000-párszáz dollár az, ami logikusnak tűnik. Itt jön felfelé az MA30-as mínünk egy, egy mean reversion e felé a, a szint fölé tulajdonképpen elképzelhető, de azt látjuk, hogy a két rövid mozgóátlag az bőven fenn van a magas mozgó fölött, jelenleg egy medvés elrendezésben, ez egy long kettes pozíciós szerkezet, forgalom folyamatosan átlag alatti, tehát alapvetően itt hetes csártom konszenció alapján dolgozó kereskedőnek vagy befektetőnek különösebb nézni valója nincsen, ez egy stabil trend rendszerkezet, a három naposon, illetve a naposon van inkább döntés előkészítési helyzet. Íme a három napos grafikon, és itt jelenleg azt látjuk, hogy minthogyha a long 2-ből a long 3 felé történő visszatérés kezdődött volna meg, azt látjuk, hogy a két rövid mozgó átlag az itt összesűrűsödött, és akkor, hogyha 29.500 dollár fölött tudna megbízhatóan mozogni a bitcoinnak az árfolyam, akkor a rövid mozgó felkeresztezni a közepes mozgót, és visszakaphatnánk a Long 3-as rendszerkezetet. Ez jelenleg egyelőre nem igazán látszik. Nem nincsenek igazán bu uh, bulis gyertják ezen a csárton, nincs igazán forgalom ezen a grafikonon. Meglátjuk, minden esetre figyelni érdemes, mert a long 2-ből itt van esély a long 3-ra áttérésre, akkor, hogyha a bitcoin az felfele szándékozik elindulni. 28.800-nál jár egyébként az MA30-as mínünk itt a háromnapos csárton, tehát az alatti mozgás, amely azt eredményezi, hogy a rövid mozgó lefelé keresztez, az viszont egy pozíció, pozíció zárási indikáció lenne ezen az idősávon. Egynapos Bitcoin grafikon itt nagyon szépen meg lehet azt figyelni, hogy van ez az MA30-as mínünk itt a napos csárton. Itt, 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 ennél a mozgásnál, és most ennél a mozgásnál szinte végig folyamatosan ellenállásként szolgál, egész egyszerűen nem képes a 30 napos mozgó átlagot fölé felkereskedni a bitcoin. Azt látjuk, hogy itt mozog egyfolytában, és felfel -fel de nem tud felette mozogni. Itt a pozíció nyitási indikáció az lenne, hogyha rövid mozgó fel tudná keresztezni ezt az MA30-as mint. Ehhez 29.500 fölötti ármozgás kellene, úgyhogy ott egy-két zárót kellene látnunk. Egyelőre azt látjuk, hogy nem képes a bitcoin fent zárni és fent is maradni az MA30-as min fölött. Az is látható ezen a cselton, hogy itt gyakorlatilag most már egy 100 dolláros zónában van összeszűkülve mind a mozgó átlagunk, ami azért egy viszonylag ritka eset ezen a napos grafikonon, és ez a fajta volatilitási feszültség, ez egy komolyabb mozgásban szokott feloldódni. Ha elmegyünk egészen mikroszkopikus ilyen, ilyen egy órás idősávra, itt lehet látni ezt a nagyon vicces mozgást, amiben valószínűleg azok, akik itt az augusztust úgy tervezték, hogy majd bitcoin fognak daytradelni, picit beleőrülnek. Ez egy ilyen teljesen nevetséges mozgás. Nézzétek meg, egy nagyon szűk sávban igazából be lehet rajzolni, ha nagyon akarjuk, itt van egy ilyen, egy ilyen zóna, ebben oldalazik a bitcoin, és akkor néha fölé, néha alá egy kitöröget, és azonnal visszatér a zónába, amint kimegy fölé, megjön a forgalom, visszaküldik, amint lemegy alá, megjön a forgalom, visszaküldik, lemegy alá, megjön a forgalom, visszaküldik, felmegy fölé, megjön a forgalom, visszaküldik. Egész egyszerűen ez most a bitcoinnak a zónája, akár mennyire feszülnek a daytraderek, és akár mennyire lesik az órás előtt azt, hogy mikor van az a szent pillanat, amikor itt egy 200 dolláros mozgást le lehet kereskedni, ez a bitcoin piac egyértelműen kataton és egy oldalazó irány nélküli mozgást folytat jelenleg. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó nektek, találkozunk a következő a videóban sziasztok.